Úgy gyengülsz, fáradsz. A Halo sorozatot nem csak különleges univerzuma tette népszerűvé, hanem a fejlett mesterséges intelligencia, az élvezetes gunplay és a csiszolt multiplayer is. A sorozat legújabb része a Halo Infinite Series X konzolokon és LG OLED TV-ken látványban is levesz a lábunkról. Az Infinite stabil 60 képkocka per másodperccel vár a C1-es LG OLED TV-ken, amik akár 4K 120 Hz-es kép megjelenítésre is képesek lenyűgöző Dolby Vision HDR minőséggel. Így átélheted a nagybetűs játékélményt, amely a Halo igazi értéke. Erről mesélnek szakértőink Gret és Sasa. Amikor az első Halo megjelent, akkor szerintem viszonylag kevesen foglalkoztak azzal az újítással, aminek az egyik legnagyobb hatása lett az FPS-ekre nézve, mégpedig az, hogy egészen amíg a Halo meg nem jelent, addig minden egyes FPS-ben az volt, hogy az ember gyűjtögette a fegyvereket, és a utolsó pályán már tényleg némelyik játékban 10-15 fegyver is nála volt, ugye három eltérő rakétavető, meg lángszóró, meg pisztoly, shotgun, gépágyú, gépfegyver, géppisztoly. És a Halo-sok taktikai okokból bevezették azt, ugye a Bungie a fejlesztő stúdió, hogy egyszerre csak két fegyver lehet az embernél, azokat akkor és olyanra cseréli le, amire akarja, de hogy mindig csak két fegyvert vihetünk magunkkal, és ez azóta is gyakorlatilag szabvánnyá vált. Tehát a Gears of War sorozatban ugyanez van, annyival kiegészítve, itt egy pici pisztoly, így harmadik utolsó utáni tartaléknak mindig ott van. De a legtöbb FPS ma is ugyanígy működik, és ezt viszik tovább. És ez szerintem, abban nem vagyok biztos, hogy tudták, hogy ez milyen jól fog elsülni, de hogy rendkívül jól sült el, az szerintem egyértelmű. Egy hatalmas taktikai nyomást helyez a játékosra. Egyrészt az, hogy minden helyzetben megpróbáljon a lehető legoptimálisabban választani, hogy nem mindig az a legjobb fegyver, ami a legnagyobbat durran, mert például az kevés lőszer van, vagy pontatlan. Nem mindig az a lőszer a legjobb, ami az egyik ellenfél ellen, ami a másik ellen. Tehát például a shotgunnal a grantoknak a pici seregét tökéletes tisztítani, de amikor egy hunterrel kerül szembe a shotgun, igazából semmit nem ér, mert a hatalmas páncéról lepattannak a lövedékek. Úgyhogy mindig meg kellett gondolni, hogy melyik fegyver a következő csatára a legoptimálisabb, és ezen túl is, főleg nehezebb fokozatokon, rengetegszer van olyan, hogy az optimális fegyverekből kifogy a lőszer, és akkor is kell valamit csinálni, és akkor jön el az, hogy tényleg a játék rákényszerített arra, hogy bizony használd azokat a kis pisztolyokat, azt a plazmapuskát, amihez korábban nem fülött a fogad, és nekem, aki a Halo-ban pont azt szeretem, amikor feszült helyzet van, és valahogy ki kell vágni magamat, és teljesen bele tudom élni abban, amiben még a háborús filmekben is csak ritkán sikerül, hogy tényleg egy szorult helyzetben van a katona, és ez a Halo-ban nagyon jól működik, és tényleg próbálsz minden fegyvert keresni, lőszert keresni, gránátot keresni, csak azért használsz közelharci támadást, ami megjegyzem szintén egy újítás volt az akkori világhoz képest, ma már ez is egy alap, de ezt is a Halo kezdte el. Hogy ez szerintem nagyon jó ízt ad ezeknek a csatáknak, amik így elnyúlnak egy kicsit, és nem tudsz mindenkit dominálni a kedvenc taktikai eszközeiddel. Igen, a Bungie az nem a mennyiségre ment rá, hanem itt is a taktikát helyezte előtérben. Nekem azt tetszett nagyon, hogy igazából minden fegyvernek volt funkciója. Vannak olyan ellenfelek, akiket energiapáncél véd, azokat például én sose szerettem a pulzgán, de azok ellen messze az volt a legjobb, és hogyha egyedül játszottam, akkor az ilyen ellenfelek ellen mindig volt egy pulzgán, és utána gyorsan váltottam egy fegyvert, miután a energiapáncét leszedtem róla, és mondjuk fejbe lőttem. Ha együtt játszottunk, akkor meg sokszor valamelyikünk a hálátlan szerepkörben pulzgánnal volt képes lövöldözni, mert ezt kívánta meg a haza. Úgyhogy én nagyon szerettem azt, hogy nem, tényleg nem mennyiség van, hanem minőség és taktika. És ezt húzta magával azt is, hogy sokszor, amit a Gret is mondott, hogy fegyver szűkében voltunk, hogy alig vártam, hogy bejön egy grunt mondjuk egy Needlerrel. És hogy az egész megborult ilyenkor az egész stratégia, mert nekem akkor az volt a célom, hogy azt a gruntot ki kell szednem, ahhoz a grunthoz el kell jutnom, mert szükségem van arra a Needlerre, mert a Needler az egy olyan fegyver, ami hát ilyen kis pici tücskéket lő ki, ami nagyjából követi az ellenfelet, és amikor megfelelő számon belekerültek, hogy fölrobban. És például egy Brut ellen iszonyatosan hatásos volt, és vert helyzetből tulajdonképpen a pillanat töltése alatt nyerő pozícióba kerülhettünk.
ha éppen bejött egy grunt mondjuk egy Needlerrel, de ugyanilyen volt a Sniper Gun, ugyanilyen volt az összes enemy fegyver, ugyanilyen volt ugye az elitek között, ugye többféle van kékszínű, meg aranyszínű, meg láthatatlan, de van amelyiknél van egy hatalmas ilyen energiakard, ami együttés mindenkinek, és ezt is úgy oldotta meg a Bungie, hogy az ilyen játékokban általában kaszabolsz, de a Bungie kitalálta azt, hogy ha célkeresztet ráirányítod, és ez szerintem abban a játékban volt először is, pirosra vált, akkor már egy olyan távolságba értél, hogy a csapás az biztos, hogy eléri az ellenfelet, és van egy ilyen szökkenő mozdulat, úgyhogy nem kaszabolni kellett, hanem tényleg taktikusan kinyírni az ellent, és sose fogom elfelejteni, amikor megjelent az első láthatatlan elit egy karddal, és azt se tudtuk, miért haltunk meg, és kétszer-háromszor nekimentünk, mire rájöttünk, hogy basszus, ez láthatatlan, és talán úgy jöttünk rá, hogy vagy agnet, vagy én véletlenül egy plazma gránátot eldobtunk, és ez rátapadt. És annyit láttunk, hogy jön felénk egy villogó plazma gránát egy karddal a kezében. És az az élmény, amikor az fölrobbant, és milyen lett a kard, az felejthetetlen volt. Igen, nagyon könnyű kedvenceket találni, tényleg jól ki vannak találva a fegyverek, még akkor is, ha az ilyen nagyon extra, nagyon látványos cuccokat inkább a 343 Industries által filmjelzett korszakban vezették be, ugye akkor ott jött egy teljesen új ellenféltípus, a Forerunnerek, akik nyilván egy teljesen új arzenált hoztak, tehát ott már három hadseregnek a fegyvereiből lehetett választani, és az eddigi tapasztalataim alapján az Infinite-re még rárak egy lapáttal, rengeteg fegyver van benne, néha már annyi, hogy nem is tudom, hogy ez a shotgun vagy shock rifle, ez pontosan melyik fegyver is, de még így is jól működnek, és itt is kell, így is kell várni. Az egyetlen dolog, ami kicsit másként működik a Halo Infinite-ben, hogy itt vannak ilyen lőszerállomások, amelyek ezt a kicsit megkönnyítik a játékos dolgát. Most már nagyon ritkán fordul elő az, hogy kifogyunk a lőszerből, és amiatt kell váltani. Az már sűrűbben előfordul persze, hogy megint olyan ellenfelek érkeznek, aki ellen a mostani fegyverünk nem megfelelő. Tehát például a energiapáncél ellen most is messziről lövöldözni a gépfegyverrel, az szinte semmit nem ér, inkább a valami plazma fegyverhez kell nyúlni. Igen, a Bungie érára inkább az volt a jellemző, hogy ki vannak matekozva a pályák, és minden egyes töltény nagyon fontos. És emlékszem volt, hogy chatten azt beszéltük, hogy figyelj, nekem a kispisztolyban van még két töltényem, neked mit van? És volt, hogy 6 golyóval kellett megoldani, és az egy teljesen más környezetbe helyezte a szituációt. A 343 érában ez szerintem picit megváltozott, és az Infinite-ben meg teljesen. Ott ők inkább arra mentek rá, hogy egy ilyen elképesztő, szórakoztató, keretek nélküli tűzharc orgiát hozzanak létre, és egyébként a maga módján az is működik. De nyilván az első reakciónk az volt, hogy na hát ezek megint tönkretették a gyerekkorunkat, lőszeres dobozt tettek a pályára. De egyébként azt kell mondjam, hogy minden morgolódásom ellen szerintem működik az is. Igen, meg valamit kellett is csinálni, mert néha nagyon sok ellenfél van, néhány ilyen bázisfoglalásnál például sokkal több, mint amit az eddigi hélók fölvonultattak. Úgyhogy valamit kellett tenni. Még visszatérve arra, amit Sasa mondott, hogy minden lőszernek értéke van, én emlékszem, amikor a legelső 1-2-3 Halo-ban mentünk, és tényleg valaki talált egy mesterlövészpuskát valami félre első helyen, és tényleg az volt, hogy most megéri előni, mert optimális esetben két lövéssel kinyírom azt az aranyszínű elitet, de mi van, hogyha az egyik félre megy, és akkor már a következő szobában a még nagyobb csatára nem lesz elég. És ugyanez volt, emlékszem, a Halo 1-ben van a Library nevű pálya, amiben könyvek nem nagyon vannak, tulajdonképpen egy labirintus az egész, ahol a zombiszerű Flood tömegei ellen kell küzdeni, és nagyon sokan nem szeretik, mert ott narratíva nem sok van, az tényleg a darálásról szól, hogy életben tudsz-e maradni, és ezt is nyilván kooperatív módban ketten játszottuk, a legnehezebb fokozaton, és ott tényleg arról szól, hogy a rakétavetőt tartogatni akkorra, amikor tényleg sokan vannak, és valakinek az a feladata, hogy akár az életét is feláldozza, mert kooperatív módon ugye föl lehet támadni, hogyha minden ellenfelet kinyírtunk, hogy egy helyre összegyűjtse a Floodnak a zombiait, és akkor oda már megérte egy gránátot bedobni, vagy rakétavetőből azt a nagyon értékes utolsó rakétát kiengedni, úgyhogy szerintem ez is egy olyan élmény, amit más játék nem ad meg, mert ez a küzdelem, ez tényleg sok játékból hiányzik, és a fegyverek miatt lesz ez is lehetséges. Egyébként a Floodhoz kapcsolódva, ugye az talán a legnehezebb részek voltak a
a Halo-ban, mert rengeteg lény jön felénk, és pont a napokban láttam egy olyan videót, hogy kóba játszottak, és az volt a taktika, hogy a két játékos közül valamelyik, a másik hátára ragasztott egy plazmagránátot, aki berohant a fládok közé, és úgy robbant föl, hogy talán miért feláldozta magát. Egyébként arról még nem beszéltünk, hogy az is egy nagyon érdekes húzás volt még a Bungie részéről, hogyha kóban játszottunk és valamelyikünk meghalt, akkor egészen addig ki kellett tartanunk, amíg nem tudtunk megfelelő távolságba elvonulni az ellenféltől, és csak akkor tudott újjá születni a kóptársunk, hogyha ezt sikerült megvalósítanunk, és rengeteg olyan helyzet volt, amikor az utolsó utáni pillanatban sikerült föléledni, mert pont le tudtam lőni mondjuk egy felém rohanó kamikaze gruntot, és volt olyan, amikor ilyenkor külső nézetből látja ugye a kóptárs, hogy mi történik a másikkal, és akkor általában mindig az haragszik a másikra, aki előbb hal meg, hogy nem igaz, hogy neked megint meg kellett halni, most miattad kezdhetjük újra az egészet. Úgyhogy ez kimaradt, de szerintem ez is egy fontos része volt annak, hogy mindenre figyelni kell a Halo-ban, nem csak egymásra, nem csak a környezetre, nem csak a fegyverekre, nem csak a járművekre, hanem tényleg mindenre. Taktikai visszavonulás, ami nagyon veszélyes. Igen. Ha még többet szeretnél megtudni a Halo játékokról, nézd meg 6 részes sorozatunk többi epizódját is. Ha játszanál a játékkal, jobb, ha tudod, hogy a Halo Infinite multiplayer módja ingyenesen játszható. Ha egy legalább 2021-es LG OLED TV tulajdonosa vagy, ne felejtsd el beállítani a Game Optimizert, ahol az RPG, RTS és FPS játékokra specializált beállítások közül válaszd az utóbbit. A letisztult menüben gyorsan és egyszerűen érheted el a legfontosabb játékos beállításokat, mint a G-Sync, a FreeSync, a VRR vagy a kijelzőn megjelenő információs panelt. További gamer tartalmakért iratkozz fel a GameStar YouTube csatornájára.